Víz együtt még nem ember ellen eljárás indult. Mi szeretnénk egy tudakozványt beadni, illetve most be fogjuk adni az országgyűlési hivatalának is, személyesen mindenki, és az országgyűlési őrségnek is, hogy magyarázzák meg nekik írásban, hogy milyen okból tiltottak, milyen eljárással, stb. Stb. És arra szeretném önt kérni, nem tudom, hogy ön lesz egy jogosult átvenni az országgyűlési őrségtől. Igen, tudom, csak Zsóka most ezt még elfogadta, de mi most ugyan látja, hogy nem nagyon. És akkor valakit hívjon legyen kedves, aki az országgyűlési hivatalától, itt ugye van egy legalább egy titkár, aki ezt tőlünk át tudja venni. Hoztunk mindenből két példány, egy pecsétet kérünk a mi példányunkra alá van írva. Nem, jogunk van, tehát alkotmányos jogunk személyesen ügyet intézni, mi nem postázunk semmit, itt ért minket sérelem ezen a helyen, az ön kollégái által, vagy ön által, az ön szervezete által, tehát az a kérésem, hogy akkor ön, mert ugye ön itt volt azon az esetem, akkor ön vegye át, legyen kedves, kérek szépen pecsétet, aláírás mindegyikre, annyi, hogy még a dátumok már ugye fel vannak írva, tehát mindegyikből egy példány önöknél, és a másikra kérünk pecsétet, illetve valakit legyen kedves az országgyűlés hivataláltól szintén ide hívni nekünk. Köszönjük szépen, megvárjuk. Akkor erre kérek szépen. Jó, ezekre mindegyikre szintén az összes dátumot létszik. Dátum már rajta van. Ez 20, ugye mindenki évenne van. Látjátok, mondok, hányan voltatok az előbb, és aztán hányan vagyunk. Ez a titok, hogy hányan kellene. Hát ha úgy kell viselkedni, mint a cigányoknak, hogy sokan legyünk, akkor megtanultuk tőlük, tisztelem az ő népüket, ezt megtanultuk tőlük, hogy kell jönni 20-30-an kiabálni kell, mint az állatok. Így van, én abszolút tisztelem őket, alá, és alában így van. Alában mindegyik őrjön. Ezt megtanultuk tőlük, és minden el van intézve. Itt mindenki jól van. Ki jött ott be? Azt hittem, mikor nem jött be. Hát én meg nem ismerem mindenüket, de rend és az nincs itt éppen. Annak szerintem lenne saját belépője. Oké, megvárjuk. Köszönjük. Nem vagyok elégben sokkal. Tehát azon van mindig a hangsúly, hogy ha sokan jössz, elég hangos vagy, akkor elintéződik az ügyet. Ezt kell minden embernek egyébként megtanulni. Ugye semmi zöhiteles ügy is úgy fog megoldani, hogy sokan, hangosan, határozottan. Az a határozottan. És úgy megtanulni. Na, van, van, bingom. Kövér úr, hogy van? Szokott ide járni egyébként? Vagy nem is nagyon jár. De ha üzenne valamit, mert akkor délután beszaladok hozzá, mert ugye ott járunk el rendszeresen. Képzelj el, a kutyám kövér kutyájával haverkodik. Gyakran járunk arra kutyát sétáltatni. Hiába mondom neki, hogy egy mocsos pazárulónak a kutyája. Ők haverkodnak, nem mondom. Most én mégsem, tehát nem tilthatom meg. A gyerekemnek se tiltom meg, hogy kivel járjon, hát kutyának se. Mégis csak egy állat. Több beszél ott az embernek. Hogy? Sokszor több beszél van a kutyának. Már mint a kövér. Igen, nagyon jó, elhaverkodnak, jól el vannak. Kövér áll, nem?
Jön már a kollega. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hol tudok kívánok? A protegülési őrség egyrészt tanultanságukat állított egy november 14-én a velünk kapcsolatban, hát szeretném megtudni, hogy miért voltunk kitiltva, stb. És ezt a beadványt szeretném szakítani. Hát az országgyűlési őrség közölte velünk, hogy ki vagyunk tiltva, ugye erre semmilyen papír nem adott. Kérem, hogy vegye át ezt a beadványt, és erre 8 napon belül írásban kérünk választ a kérdésekre. Az országgyűlési őrséget nem tiltva. De minket itt meghurcoltak. Minket meghurcoltak. Szerintem kellenek a kamerák, kellenek. A mai Magyarországban kellenek a kamerák. Elhagyjuk. Én nem szeretnék még egy rendőrségi ügyet. Nekem elég volt. Ez a személyes ügyintézéshez, és ez a személyes ügyintézés ott, ahol a sérelem minket ér, szeretnénk elégezni. Önökön én is ügyen a személyes ügyintézésre? Igen. Megkérném, és akkor azonnal el fogjuk hagyni az épületet. Tudja nagyon jól, hogy ez az a csapat, aki elmegy, hogy rendezte a dolgot. Azért mondom, múltkor elmondtuk, önök ki vannak itt az épületet. Szuper, nagyon jó. Ezt szeretném. Nagyon jó. Látja, hogy az országgyűlési őrség mondja el? Tehát akkor nem mondja nekem, hogy az országgyűlési őrség. Nem az országgyűlési őrség kiutott. Nem baj, akkor én azt szeretném az országgyűlési őrségtől meg. Tud nekem most erről papírt adni, hogy ki vagyunk kiutva? Nem én tiltottam köröket. Önöknek ez nincs az elektrikus rendszerben. De mi nem is akarok bemenni! Nem akarunk bemenni. De akkor vegyék át a papírt! Vegyék át a papírt! Nem olyan nagy kérdés. De a beléptető kapun kívül vagyunk. De miért nem engednek be? Én miért adnék önnek? Hát azért, mert nem állítva valami. Ki jön nekem? Én egy magyar állampolgár vagyok. Ön kicsoda itt? Bemutatkoznám? Nincs ráírva. Igen, mert bemutatkoznám. Mert nem tudom, hogy a kamera vette, hogy mi halljuk. Más is halljuk. Még egyszer mondom. Önök ki vannak tűnt az épületből. Legyen szívesek, hagyják el. Áll a jó ötlet. Hagyják el az épületből. Erről miért vagyunk kitiltva? Miért vagyunk kitiltva? Mutassa meg. Csak? Nem. Ön közöl velem valami. Amikor elmegyünk ahhoz, aki kitiltott, nem mondja meg a választ. Hagyják el az épületből. Az jöjjön ide, aki... alá, hogy miért mondja ön ezt. Nem, ez a munkája. Ez a munkája. Ez a munkája, hogy alátámasztom. Ez a magyar adófizetés. Az országgyűlés hivatalának van vezetője. Nagyon jó. Fogjon hozzá viszont. Melyik hazárul az? Velem szemben valamilyen magatartást tanít. Nem, én azt közlöm önnel, amit mi ide utasításba kaptunk. Szuper. Nagyon ki vannak tényleg. Nagyon jó. Én nekem nincs ezt a kitiltási utasítás. Nekem nincs felhatalmazásom arra, hogy ezt önnek indokoljam, vagy ezt megmutassam. Én csak végrehajtom azt, amit én utasításba kaptam. Önök ki vannak tiltva, hagyják el az de hol az a honnan tudja, hogy én ki vagyok tiltva? Honnan tudja, hogy erre kaptam egy utasítást? Nem mutassa meg a listát. Miért mutassa meg? Honnan tudjam, hogy én ki vagyok tiltva? Most mondom önnek. Ja, mondja, bárki mondhatja. Nem kell elhiggye, hagyja az épületet. Bárki mondhatja. Hát nem hagyok én bármit el, csak azért, mert valaki mondja. Azt szeretném csak, hogy átvegyék a beadványt. Igen. Én nem veszem át. Én nem veszem át. Akkor ki veszi át? Hogy? Én is felveszem őt. Te is veszed. Te veszed át a papírunkat, mert a Jobbik minket kitiltott innen a feljelentés. Képzeld el, az van a rendőrségi feljelentés. Na Dani, ezt mondja. Bizony. Bármit vigyek fel hivatalvezető asszonynak, én nagyon szívesen ezt bejárom. Jó, ezt köszönjük szépen. Nagyon jó. És ma itt se vagyunk. Átveszed. Mi szeretünk itt kívül lenni. Az egyik az őrségnek, tehát az őrség válaszoljon nekünk, hogy miért voltunk kitiltva, és a hivatal is. Ugyanis a következő történt, majd átküldöm, a feljelentésben, mind a 20 ember feljelentésében az van beleírva, hogy a kerekasztal szervezője az a Jobbik remengedélyezte a belépésünket annak idején novemberben ide. Jó, hát bizonyosan az én személyem nem játszunk közelben, hogy hát ne léphessenek be a saját magam által szervezőt. Hát de nekünk te vagy. Nyilván, úgyhogy ez a kérdésem jó, én odaadnám neked ezt a
papírokat. Fölviszem, és a hivatalvezető azt mondja, hogy állapodás. Ami ebben az esetben szerintem nem lesz szükség arra, hogy írásba vegye át Dániel, elég, hogy hagyta kamerák előtt. Így van. Szóval a neve alapján van egy papír, egy tudakozvány, ahol azt írtuk le, hogy szeretnénk megtudni, hogy milyen okból, milyen eljárással, milyen bizonyíték alapján, milyen jogosulásod biztosításával nyitottak minket. Jó, és akkor ezt a hivatalvezető asszony. A hivatalvezető asszonynak, légy úgy kedves, és akkor ezzel ezt itt le is rendeztük. Megfogod ezeket valaki, bocsánat? Megfogod ezt addig, amíg szétszedem, hogy... És akkor az lenne a kérés, hogy mindenkire névre szólóan küldjenek végre egy írást, jó? Nyilván a kérdést pedig érhetek, hogy nem tudok semmire, de fölviszem. Jó, annyi kérésem van, hogy ha megtennéd, hogy te viszont egy átvételi elismerényt kérsz tőle, hogy ezt átvette. Jó, hát tehát mintha egy térti bevény lenne, ez azért nagyon fontos, mert ugye akkor válaszolnia kell rá. Tehát ez egy állampolgári beadvány. Csak itt az őrség már megint kicsit túlértelmezi a saját feladatkörét. Ez egyébként abszolút együttműködő szokott lenni, hogyha bárkivel kapcsolatban vitatkoztok, az csak a vezetőség lehet, nem pont az őrség vezetőség, a hivatal vezetés felé kell most eljutatni. Hát nyilván egyébként valamelyik nap beugrunk majd a Kövér Laci barátunkhoz is, és neki is viszünk belőle. Tehát esetleg, ha a kollégáira odaszólnának Sziget-Szent Miklósra, hogy hamarosan várhatók vagyunk, és beugrunk, és akkor visszünk ilyen beadványt Laci barátunknak. Jó, hát azt nyilván bejelentitek időben. Ha nem, simán megjelenünk. Jó, hány darabot? 20 darab mind a kettőből, tehát 20 darab az őrség részére, mert ugye az őrség még azóta sem, tehát ő állít valamit az őrség, úgyhogy neki erről nincs papírja. Ez elég nagy baj, ha ő nem kért róla egy utasítás vagy egy parancsot. Semmi indoklás nem jó, én ezt fölviszem, jó. Garanciát nem tudok arra vállalni, hogy ott mit fognak vele kezdeni. De... akkor annyit tegyél, hogy megindíjunk kezdes, jó? Tehát akkor itt van 20 darab az őrségnek és 20 darab a... ide akkor... Jó, fordíts össze! Így is össze! De jó, hogy erre jártál! Itt dolgozom! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát jó, fölviszek egy csomagot, aztán hogy kezdenek vele még egyszer a legfeljebb benézzünk jövő héten ide, hogyha nem kapunk választ, hogy akkor mi történt, jó? Remélhetőleg születik fel, jövünk rá. Mindenképpen. Köszönjük szépen. Legyen van. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük szépen a közben. Remélem már megjöttek a kamerás rendőrautók is. Jó van. Miért nem akarsz bejöttem? Jó. Köszönjük szépen, további szép napot. Így mosolygossan. Mégiscsak jó hangulatban teltelenül. Tehát ha én valahova be akarok menni, akkor be fogok menni. Teljesen mindegy, hogy kuposkodik, vagy nem kuposkodik. Ne viccelgessen már, de hát egy utasítás nem úgy hajtunk végre, mint a barom, aki Gába hajtja a fejét. Úgy hajtjuk végre, hogy megkérdezzük, hogy kapunk róla egy parancsra, egy papírt, nem? Észre. Ha van ilyenje, hogy? Persze, hogy voltam. Igen. Volt is egy-két problémám. Volt is egy-két problémám, nem is marasztaltak. Csináltak parancsotokat és visszakérdezett? Hát én igen. Aha. Mondom, tehát nem marasztaltak, tehát azt tudnia kell, hogy nem marasztaltak. Minden jó, viszontlátásra. Abszolút. Nincs több életeljen. Várjatok, van még egy.